Hát én nekem is módom volt nem egy alkalommal ugye tűnődni Kádár Jánossal közösen, mert kettőnk kapcsolat ezt megengedte, hogy ugye ahogy egymás után kezdődtek ezek a különböző konfliktusok NDK-ban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, milyen két beleértve, hogy a magasságos Istenben van, hogy a polgári világban, tehát a világ másik felén is vannak gondok, vannak problémák, vannak kiélezett társadalmi helyzetek, és ott legfeljebb megbukik egy kormány, megbukik XYZ, a mi oldalunkon pedig valahányszor van hasonló, vagy nem is annyira kiélezett helyzet, ott minden alkalommal az egész rendszer úgy, ahogy van beleremeg. De nem gondoltak arra, hogy azért, mert erőszakkal van rákényszerítve a rendszer azokra a népekre? Hát gondolom, hogy nem ez a lényege ennek a problémának, hogy erőszakkal van-e rákényszerítve, vagy nem erőszakkal van rákényszerítve, hanem hogy milyen az a politikai intézményrendszer, hogy mennyire működésképes, mennyire tudja a feszültségeket levezetni, mennyire tudja integrálni a különböző érdekeket. Mondok egy példát. A szocialista országok közül, a kommunista pártok közül, melyik párt volt az, amelyik elsőként kimondta, hogy a szocialista társadalmon belül is vannak különböző érdekek, azok ütközhetnek, azokat fel kell tárni, és így tovább, és így tovább. A miénk volt. Kongresszusról kongresszusra hirdettük. Mégis a politikai intézményrendszerünk nem tette lehetővé, hogy ezek valóban érvényre jussanak, érvényesek, ütközhessenek, és így tovább. Amikor jött a reform 68-ba, akkor önt úgy tartották számon Biszkú Vérával, Kovácsinnal együtt, mint akik ellenzik a reformot, mert veszélyeztetve látták a nagyüzemi munkásságnak a létét, a nagyüzemek létét. Na jó, hát nézze, itt jelzők vannak jobbra-balra, majd ezeket is a történelme helyre rakja. Következő volt, igenis, Nyerssel néhány héttel ezelőtt beszéltem, Nyerssel nekem is külön vitám volt. A Nyerset én javasoltam központi bizottság titkárnak magam után, mert én voltam egy évi KB titkárnak, de nekem ebből elég, szóval én szakszeti indítatású voltam, én... Jó. Nyerssel vitatkoztunk, hivatalosan is, és nem hivatalosan is. Mi az a reformkoncepció? Mi az a reformkoncepció? Hát volt benne tulajdonreform elképzelés, na jó, a piacnak valamiféle. Na most akkor megint, tessék arra gondolni, hogy Nyersnek most volt egy nyilatkozata, erről nem beszéltem veled, de megegyeztünk, hogy majd a választások után hogy is leülünk. Ugye kérdezik tőle, hogy na most mit szól ezekhez a folyamatokhoz. Mondja, hogy Nyers egy korrekt és én szerintem hát okos ember a maga módján, nem szóval... Az a kapacitás ősi, aki aztán rendszerbe tudja foglalni, mert ez volt 68-ban is, sőt nem 68-ban volt itt a vita, 70-ben, 71-ben, 72-ben, akinek koncepciója lett volna. Mondja, hogy ez a folyamat, amiről most szó van, ez elindult 1968-ban és befejeződött most. Hát akkor 70-ben befejeződött most ebből a választással. 70-ben akkor azt kellett volna csinálni, mert ez rendszerváltással fejeződött be. Hát 68-ban kezdődött és... Jó, ha de akkor néven kell nevezni. Ez nem reform. Reform az én fogalmaim szerint az, hogy ez működik, de jobbá kell tenni. Ez reform. De ez rendszerváltás. Ez egy más természetű dolog. Na most a Nyersnek egy érve volt, hogy hát jugoszláv példa. Mondtam, Rudikám, hát gondolkozz, jugoszláv példa. Hát a jugoszlávok csak az élet valamelyik területén is egy kicsit jobbak, mint mi vagyunk, azt mondom, csináljuk meg. Tehát a jugoszlávok is kényszerből csinálták, mert kiközösítette a szocialista tábor őket, de ők se találták fel a spanyol viaszkot. Nekik megvolt az önállóságuk, mert megvolt, ők nem voltak kötve a Szovjetunióhoz, és mégse tudtak semmit csinálni. Nem tudtak semmit csinálni. Azt nem csinálták meg még máig se, amit mi 1971-ben, 72-ben, 73-ban megcsináltunk.
Azt el lehet fogadni, hogy ön reform ellenzék volt ebben az értelemben? Mert félt attól, hogy ez a reform egybe rendszerváltást is fog jelenteni? Nem, attól nem féltem. Nézzék, ennek a bizonyos gazdasági irányítási rendszernek a pozitív vonásai is jelentkeztek 68 után, és az egyik legpozitívabb dolog az volt, hogy tiszta értékkel tudtunk számolni. Tiszta értékkel. Mert ugye voltak itt ezek a kooperációs kötelezettségek jobbra-balra, halmozott érték jelent meg az üzemeknél, tehát láttuk, hogy melyik üzem rentabilis, igen vagy nem. Ezt tisztán láttuk. Ez volt a pozitív. Az értéktörvényt helyreállítottuk. Ez volt a nagy pozitívuma. De hogy ezért is mit kaptunk mi nemzetközi méretekbe, azt most nem akarom részletezni. Ruscsab bukása után. Na jó, ebben nem megyek bele. Ez világ. Na most. Ugye kialakult egy olyan helyzet, ezután a tiszta értékkel való gazdálkodás után, hogy azok az üzemek, és az a nyereség, tehát hogy mi a hozama. Ahol nyereség van, ott lehet bért fizetni. Ahol nincs nyereség, nem lehet bért fizetni. Ez egy logikus dolog volt. De, hát azért Magyarországon az üzemek jelentős része nem volt rentabilis, állami dotációt kapott, és itt úsztunk el tulajdonképpen. És még igen, én szakszeti vezető voltam, és követeltem, hogy azokon a helyeken, ahol nincs nyereség, azért ott is legyen béremelés. Mert a Váci út környékén egyik gyárnak itt, a Magyar Acélnak mondjuk, van nyeresége, ott van 11%-os béremelés, szembe a lángépgyárral, ott meg dotáció van, ott nincs béremelés. Ezt nem lehet csinálni. Ön és Komocsin Zoltán szovjet segédlettel, vagy szovjet együttműködéssel, vagy szovjet együttműködést kérve bepanaszolták a Kádárt, és le akarták váltatni. Ezt én olvastam, ezt én hallottam, ez nem felel meg a valóságnak. Ez ténybenleg nem igaz. A Kádárjáptás 1972-ben, aztán május első hetében egy beadványt készített a Központi Bizottság elé, és kérte a nyugdíjazását. Most ezt én úgy tudtam meg, hogy szabadságon voltam, visszajöttem, és megkaptam ezt a levelet. Nyers helyettesített akkor ebben az időben engem, és ugye bejövök dolgozni, és ez az első feladat, amit én kapok. Azt mondja, kaptam, a Politikai Bizottság még nem tárgyalta, itt van, foglalkozz vele. És akkor én elkezdtem ezzel foglalkozni. Először a Kádárjáptásra beszéltem, hogy mi akar ez lenni. Nem értettem. Utána azt mondta, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Politikai Bizottság ezt tárgyalja meg, és utána terjessze a Központi Bizottság elé. Akkor az ő részvétele nélkül tartottunk Politikai Bizottsági ülést. Miért az ő részvétele nélkül? Mert ő nem kívánta befolyásolni a Politikai Bizottság döntését ebbe a kérdésben, és a vitáját se. Az ő kérésére. Megtartottak az ülés, és az ülésen ugye arra következésre jutottunk, hát ő munkaképes állapotban volt, hát 60 éves volt, és arra elhatározásra jutottunk, hogy lebeszéljük őt arról, hogy ezt a levelet, az ő általa írt beadványt, amivel kérte a nyugdíjazását, a Központi Bizottság ülése elé kelljen terjeszteni. Tehát mi lebeszéltük őt erről, hogy le akartuk beszélni, de nem sikerült. Akkor egy delegáció ment hozzá, akkor nem én mentem egyedül hozzá, hanem a Politikai Bizottság kijelölt néhány embert, többségében titkárságnak a tagjai voltak, ha jól emlékszem, a miniszterelnök is tagja volt, és beszéltünk vele. Na most ő ragaszkodott ahhoz, hogy ez a beadvány kerüljön a Központi Bizottság elé. Megmondom, én hosszú ideig nem értettem meg, hogy ezt miért teszi. Az első ideig úgy fogtam föl, hogy azért, mert a testvérpártoknak a vezetésébe sok az idős ember. Hát különösen az SKP-nál sok ilyen idős ember volt, és példát akar mutatni.
hogy egy bizonyos idő után föl kell ajánlani, 60 éves korában, ennek ez volt az álláspontja, mindenkinek a nyugdíjazása iránti kérelmét. Na most itt többféle vélemény van, tehát olyan dolog 72-ben, hogy valakik, tehát a Komolcsin, a Biszkú, aztán Gáspár, meg mások összebeszéltek volna, hogy a Kádárt föl kell menteni, nem volt. Ez nem felel meg a tényeknek. Ellenkezőleg, mi rábeszéltük őt, hogy maradjon és végezze tovább a munkáját. Ez volt a mi feladatunk akkor. Na most később, hát beszélgettem természetesen elvtársaimmal, munkatársaimmal, akik a politikai bizottságban velem dolgoztak, hogy mire vélhető ez. Még a legutolsó időben is beszélgettem emberekkel erről, és hát az volt a véleményük, hogy azért, mert az SKP-be ez a fordulat bekövetkezett. Ez a magyarázat ennek. Lehetséges, hogy ebben van igazság. De én egy harmadik dolgot mondok, amit nem tudok bizonyítani, hát csak sejtem, hogy ez volt az oka. De hogy ennek milyen indítéka volt annak idején, az ő részéről, azt sem tudom megmondani, mert erről mi ilyen formában beszélgetést nem folytattunk, csak arról beszéltünk, hogy hibázik, és mondja vissza a kérelmét. Ő meg akarta az ő posztját erősítetni a központi bizottság által. Nekem ez a meggyőződésem. És ezzel ő, mert később aztán visszatért valamilyen formába a központi bizottság ülésén erre, azt hiszem a 75-ös kongresszus előtt, mert a kongresszusok előtt mindig föl volt vetve, hogy milyen változások következnek be a központi bizottság meg a politikai bizottságba. És aztán az a 80-as kongresszus előtt is, hogy az ő kérdését eldöntötte 1972-ben a központi bizottság, és ő szolgál. És attól kezdve soha nem vetette fel. Úgy vette, nem vetette fel. És ön se vetette föl később se? Nem. Akkor mi lehet az eredete ennek a történetnek, hogy ön a szovjetek segítségét kérte, és még van, szerepel benne a Marjai József, aki moszkvai követ volt, aki leleplezte önt. Hát kijelölt, mert én erről nem tudok. Nekem a Marja nem szólt, meg senki se szólt erről a dologról. Itt volt a múltkor, ez a múlt évben, ugye ez a politika életpályák, ott láttam én ezt, hogy a Brezsgyevnél a Biszkú bepanaszolta a korrupt magyar vezetőket. Kérem szépen, senkinél senkit nem panaszoltam, mert nem voltam én a viszonyban Brezsnyevvel. És azon kívül az utóbbi, tudom én, tízesztendőben már látható volt, hogy az SKP-nak a politikai vonalába nem a 20. kongresszusnak a vonala folytatódik, hanem ellenkezőleg egy ilyen megmerevedés következett be. És miért nem próbálta tisztázni? Kivel? Hát például Marjaival. A Marjé, én nem tudom, a Marjé hozzám nem jött. Most az biztos, hogy a Marjé az valamilyen módon engem bepanaszolt? Hát én nem tudom. Na, hát most nézze meg, pletykával hogy foglalkozol az ember? Hát hogy megkérdezi, hogy ez a pletyka van, mit tudsz erről, vagy hogy van ez? Ide figyelj, aki hozta hozzám ezt az anyagot a múlt évben, én azt megkérdeztem. Hogy került ez itt, azt, hogy nem tudja. Ma most is kerestem, hogy ki az a személy, aki például ebben a politika életpályában ezt lemerészte írni. De nem tudja megmondani senki se. Ez valószínűleg tartom, ez egy ilyen legendák, meg pletykák, aminek tárgyi alapja nincs. Na de a Kádár János és a ön viszonya megromlott mégis. De nem ezért romlott meg, mert én bepanaszoltam a Kádár Jánost. Mi történt valójában? Akkor már a 70-es évek elején jelentkeztek azok a problémák a társadalom fejlődésében is, az ország helyzetében is, ami az ipar a mezőgazdaság viszonyába
jelent meg. Azt mondják, hogy egy hiba volt ez a 72-es határozat, 72. novemberi határozat. Ennek a kezdeményezése, ez a Kádár Eftes nevéhez fűződik. Pedig úgy tűnik, hogy ön de volt hát, az kérem, szorgalmazója. Én szorgalmazója voltam, hogy a helyzet megítélésében a 10. kongresszus vonalának a végrehajtásában nézzük, hogy hol tartunk. Nem csak én, hát a központi bizottság apparátusa, a politikai bizottság tagjai, és akkor ő kezdeményezte a politikai bizottság ülésen, hogy el kell készíteni a 10. kongresszus határozatának a mérlegét. És erre került sor először 56 után, két kongresszus között, a központi bizottság ülése által. Ennek reformellenes éle volt. Ennek nem volt reformellenes. Ezt a közgazdászoknak jelentős része ezt vallja. Mi volt ez a határozat? Hát meg kell nézni, mert ennek nyoma van. Ennek az előadója Kádár Eftás volt a központi bizottság ülésén. Hát nem akarják azt mondani, hogy reformellenes volt. Ő nem volt reformellenes. Ő ebbe az időbe több olyan helyen járt, ahol találkozott különböző ellentmondásokkal. Én emlékszem rá, hogy a politikai bizottság számára készítette egy levelet. Az Ikarusz gyárba járt, egy ilyen üzemi látogatáson, és akkor annak a tapasztalatát figyelembe véve írt a politikai bizottságnak egy levelet. Aminek a lényeg az volt, hogy a termelő szövetkezetekből kiközvetítenek az Ikarusz gyárba, szerintem 25 forint óra bérél munkásokat, és a munkás, az, aki kiközvetítettek, az 17-es forintot kap órabért, mert munkaerő hiányal küzdött az üzem. A TSZ fölvesz 25 forintot egy óráért, és az ott dolgozó munkásának az átlag órabére 14 forint volt. És ezt szóvá tették, hogy miféle eljárás az, hogy egy fillért ugye nem fektettek be, 25 forintot fölvesznek, 17-et odaadnak a kiközvetített munkásnak, 8-at pedig zsebre raknak. És ezzel maguk a legmagasabb szinten foglalkoztak? Hát ő írt a politikai bizottságnak, ez egy szimptóma volt, valaminek a mutatója. Mi vezetett oda, hogy önnek föl kellett állnia? Nem kellett, én álltam föl. Tehát valamiért kell? Nekem fölajánlott a 78 tavaszán a Kádár Eftás. Hát akkor már ugye a viszony úgy alakult, hogy hát mi rendszeresen találkoztunk politikai bizottságülésen, azon ülésen kívül is. Magánemberként is? Magánemberként is, igen. Hát elég ritkán, de magánemberként is találkoztunk. Hogy a PB ülésen rendszeresen szóvá tettem, hogy hiba van az eladósodás körül. És hova fog ez vezetni, hogyha ez így folytatódik? Az ország tönkre fog menni. Na most ezek a kritikai észrevételek nem váltottak ki osztatlan egyetértés és elismerést. Hát ilyen békétlenkedőnek kezdtek engem tekinteni. És a munkakörülményem is úgy alakultak, én nem értettem egyet tulajdonképpen sose azzal, hogy ilyen beosztásban, ilyen hosszú időn keresztül kell dolgozni. És amikor nekem felajánlottak, hogy én menjek a minisztertanácshoz dolgozni, akkor én ezt nem fogadtam el. Ezt a Kádár Eftás kezdeményezte, én ezt nem fogadtam el, azt mondta, elmegyek nyugdíjba. Mert ha nem tudok változtatni azon a helyzeten, amiről én meg voltam győződve, hogy ő a válsághoz vezet, olyan válsághoz vezet, amire rá fog menni a párt, meg rá fog menni a, majdnem, hogy azt mondtam már, akkori a rendszer, nem tudok rajta változtatni, akkor én levonom a konzekvenciát, és elmegyek nyugdíjba. És ez is történt. A Biszku Béla és a Kádár János között
megromlott a viszony. Annak ellenére, hogy a biszkup Béla volt a Kádár János helyettese. Hát ezt egész közelről kellett átélje, mert pont abban az időben volt ott. Nem. Akkor, amikor én onnan elkerültem ide, még jó volt a viszony. Hát a biszkup 78-ban váltották le. Akkor én már itt voltam. Nem a leváltás, hanem... Hát nézze, én a biszkut szerettem, becsültem, és nagyon sokszor igyekeztem a magam módján, a magam gondolataival neki segíteni. Hát nézze, egyik leghíresebb magyar gazdasági vezető talán nekem köszönheti, hogy nem lett letartóztatva. Mert nem voltam a biszkunál, amikor mondja ő, hogy ezt az embert le fogják tartóztatni, mert kiárulta az ország azt a részét, ami rá van bízva. Mivel én azt az embert nagyra becsülöm, meg kedvelem, meg szeretem is, én mondtam neki, hogy beszélt már vele. Mondta, hogy minek nem. Hát mondom, én jó lenne, ha beszélné vele, mert én szerintem ez alávaló hazugság, és nem igaz. Beszélt vele, nem lett letartóztatva. Neki az volt a baja, hogy az utóbbi időszakban teljesen az őt igazán baráti és elvtársi módon segítő emberek elszakadtak tőle. És az a gondolatgazdagító, talán a magatartást és a cselekvést szabályzó ilyen kapcsolatok megszűnése aztán rossz irányba. És nézze, amikor leváltották, utána együtt voltunk valamilyen üdülésen a Szovjetunióban, én akkor megmondtam neki, hogy tudod, nálad az a baj, hogy egyetlen egy olyan emberrel, aki hozzád őszinte volt, meg barátodnak vallotta magát, de sose voltak képes az mellett, ha valaki azra ráfogott valamit kiállni mellett. Nagyon megharagudott rám, azóta sem nagyon beszélgettünk, mert hát nézze, az biztos, hogy minden emberben, aki valamilyen hatalmi posztra kerül, abban van egy olyan érzés, hogy biztosan én azért kerültem ide, mert jobban tudom. És ha ez eluralkodik benne, és nem teszi lehetővé, hogy a környezetében emberek megmondhassák neki, hogy talán ez vagy az a baj, akkor a rossz útra keveredhet. És nézd, a demokratikus centralizmus, mint párt belső érvényesülési elv, abban óriási veszély van. Én ebben már nagyon régóta gondolatilag foglalkozok, mert javaslatot is tettem ebben még a régi MSZMP-nek, hogy ez az elv sosem változott, amióta Lenin megalkotta. Ugye az illegalitás körülmények között született, és aztán győzött egy forradalom, megszűnt az osztály uralom, kialakult és megteremtődött egy szilárd szocialista hatalom, például a Szovjetunióban. Ez az elv ugyanaz maradt, mint régen. És ennek az elvnek ugye az a lényege, hogy azt a pártot vezető ember akarata a párt. Hát Sarvost idézem most. Talán nem sértődik meg, ha meglátja, hogy amikor miniszterelnök helyettes lett a Néppárt után, azt mondja nekem, hogy hát Béla, én tudod, Judiba akartam menni, de a párt nem engedte. Én mondom neki, hogy te, én itt Győrbe egy embertől se hallottam, hogy ne engedjétek a Sarlós nyugdíjba, amit miniszterelnök helyettes közben lehet csinálni. Hát ki az a párt? Hát mondom, miért nem mondod meg, hogy a Katar? Hát az a párt. Na meglepődtek ezen, mert tudnék, ha maga az illegális kommunisták gondolkodását megismeri, akkor náluk az párt első ember és a párt az ugyanaz.
azt nem is próbálják elválasztani. És ez a demokratikus centralizmusnak egy óriási baj. Mert mikor a Kádár János elnököl azon a KP-n, aki ott lennül, meg aki mellette ül, az nem csak azt érzi, hogy ez az első titkár, hanem hogy ez a főnök is, akinek a véleményétől függ az én sorsom, hogy egzisztenciám, hogy hogy alakul. Ezt maga ez a vezetési elv hozza magával. És nézze, én itt kijelentem maguknak, meg mindenki előtt, hogy szerintem a Kádár nem akart ilyen lenni. Nem volt az az ember, akinek tudatosan ilyen igénye lett volna. De a környezet teszi az. Tudja, mennyi nyalista ember van, aki aztán azt mondja, hogy Kádár mondta, hát akkor hogy mer ez ott ezért vitatkozni, hát mit, hogy mert szembe a számít? Volt, vagy a KB volt, vagy a mindegy, bizottság? Mindegy. Miniszterek? Mindegy. Mert meg kell mondani, hogy hát nézze, pont a Piszkú leváltása volt 78-ban, amikor egy KB ülésen én a hozzászólásomban többek mellett megbíráltam a Kádár Jánost. Egy piti dologban. Azzal, mert ő a Piszkúnak a szemére ányta, hogy a megyei első titkár értekezletét nem vettek komolyan, és a többi. Szóval nem azért váltották le, ami hír lett, hogy Moszkvába följelentette a Kádár Jánost. Olyan szó se volt. És akkor én elmondtam, hogy én nem akarom ezt a kritikát a Piszkú elvtárstól elvonatkoztatni, de én a Kádár János elvtársat nem jártam, mint PTO helyettes vezető, mint első titkár, az utóbbi 6 évben első titkár értekezett. Nézd, ez szerintem igazán volt, mert ez egyszerű. És akkor mi történt? A szünetben, mielőtt az ő válaszadása megtörtént volna, higgye meg, hogy azokon a folyosókon, akárhova mentem tőle, mindenki elszaladt. Hogy nehogy valakinek az jusson az eszébe, hogy ő a Hárival egyetért a Kádár ilyen jellegű bírálatával. Szóval, hogy válaszol a Kádár, mert akkor még divat volt, hogy válaszoltak minden hozzászólása, utána már nem. És hát az én javaslataim, meg megjegyzéseim zömére egyetértőleg válaszolt, erre először nem tért ki. Csak a végén mondta, hogy ő megbírálta a Piszkút, és a Várjártás ezt ellene fordította, és a Várjártásnak nincs igaza, mert egyrészt neki rengeteg a nemzetközi elfoglaltsága, másrészt ő már idős ember, annyit már nem bír, és harmadrészt nem akar más munkájába beleavatkozni. Becsületére legyen mondva, utána a szünetben odajön hozzá, és megkérdezi, mi a véleményem arról, amit mond. Én azt mondtam, hogy nézze, ne vegye nagy képviselőnek, de én, amit maga elmondott érvként, én ezt tudom. De az a meggyőződésem, mint hát kisebb szintű vezetőnek, hogy amit én nem veszek komolyan, a beosztottaim sem, egyre előbb-utóbb azok sem veszik komolyan. Akkor rám nézve, lehet, hogy igaz. Na most ön valójában Piszkú Béla mellett állt ki ezzel a felszólalással. Hát úgy tűnt. De én mondtam, hogy nem. Mert ez, hogy a Kádár sem megy el, ez a Piszkút nem ment. De mi volt a vád a Piszkú Béla ellen? Ezen hát, kívül, hogy nem jár... Hát hogy nem végzi el a munkáját, mert az öreg nagyon sokszor bírálta azért, hogy napközben elmegy a sportkorházban. Az öreg baloggal masszíroztatni magát, meg sok minden ilyesmi. De társa, hogy az, hogy a szovjeteknél ő följön, én ezt nem is tudom. Becsület, most magától hallom el ezt. Ó, hát volt egy ilyen szóbeszéd, hogy tudtam róla. Egy Kádár ellenes mozdulatokat tett volna. Nézze, utána, amikor leváltották, tudom, hogy nagyon egyszer itt Győrben próbált nekem a Kádár ellen beszélni. Én nem hallgattam. Őszintén mondtam. Én nem szeretem azt, ha nem azoknak mondom meg. Hát miért nem álltott föl? Ott. És miért nem mondta meg? Hát miért? Hát ő se állt föl. Nem mondta, hogy ez a Kádár János, ez meg az, meg amaz. Hát
Hát, hogy mondjam, ha bátor vagyok, és ha igazán én feljelentem ott kint, hát akkor... Ja, én ezt nem veszem kész tényleg, én nem tudom, mert ezek az olyan mendemonák, nézze, amikor együtt alapozni lehet egy kérdés, de mondjuk... Akkor én a szovjeteknek mondtam, hogy amit a Biszkóval csinálnak, az hülyeség, mert külön adtak neki hatalmas zitkocsit, és úgy kezelték továbbra is, mint a Magyar Párt egyik vezetőjét. Én mondtam a Glebnek, hogy szerintem ez baraság, ezzel nem a Biszkónak csináltok jót, hanem a Biszkónak csináltok rosszat. Mert biztos vagyok benne, hogy ide az ez megtudja. És felmerül az az érzés, hogy hát mit akarnak a szovjetek ezzel a Biszkóval. Ja, amikor a Biszkó Béla kiment? Ja, mi üdülni voltunk, és ő teljesen úgy kezelték, és olyan már az eszközök. Hát nem is velünk jött nyaralni, hanem külön villában, mit tudom én hol. Hát mindegy, PB tag volt, pedig már nem volt az. Nagyon nagy súlyt helyeztünk a káder kiválasztásánál a politikai szempontokra. Bár ezt igyekeztünk összekapcsolni a szakmai ismerettel, a vezetői készséggel, mégis szinte mindig az első helyre ez a politikai megbízhatóság került. Az ön kinevezés... És ebből problémák keletkeztek. Részben a rátermettség hiánya miatt nem megfelelő színvonalú vezetés, adott esetben egy megyébe, adott esetben egy gazdasági egységben, és hát eznek természetesen negatív következményei. Az ön kinevezései... Ilyenre és hasonló dolgokra gondolok. De amikor... én meg arra szeretnék rákérdezni, hogy amikor önt nevezték ki különféle pozíciókra, ez arra is vonatkozik, amit mond most? Hát nézze, én magamat megítélni nem tudom, csak magamat tudtam adni mindig, nem is akartam mást adni. Amit képes voltam, azt igyekeztem teljesíteni. Nem 8 órai munkába, hanem sokkal hosszabb tartalmú munkaidőben. Ezt másnak kell megítélni. Minden esetre, hogyha már ez szóba került, akkor hadd kapcsoljam ide ezt az én gazdaságpolitikai titkárra történő kinevezésemet, meg a gazdaságpolitikai bizottság elnöki megbízatásomat. Szeretném megmondani, hogy én nekem ilyen ambícióim soha nem voltak. Ez a Nyers Rezső felmentésével függött össze. Hányban? 1974-ben. Ennek én nem örültem. Ennek én okozója nem voltam semmilyen összefüggésben. És sajnáltam, hogy erre sor került. Ekkor keresett meg engem a Kádár János, méghozzá nem is egy alkalommal, mert ellenálltam. Nem akartam elvállalni ezt a funkciót, mert nem éreztem felkészültnek erre magam. A népgazdasági összefüggések területein nem volt olyan képzettségem és jártosságom, hogy ennek a funkciónak az elvállalását, hogy mondjam, nyugodtan megtehettem volna. Hogy zajlottak le ezek a beszélgetések? Idézze föl őket. Hol? Hát a Kádár szobájában zajlottak le ezek a beszélgetések. Hivatott, és mondta, hogy van elgondolása következő KB ülés elé terjesztendő Kádár kérdésekbe, és többek között ezek közül egy engem is érint. És akkor előadta, hogy ezt a funkciót kellene elvállalnom. Én azt kell mondjam, először mereven elutasítottam, de még kétszer beszélt velem, nem vállaltam. Nem tudom, hogyan nem, ezt majd a Nyerstől kellene megkérdezni. A Nyers Rezsőt rábírta, hogy beszéljen velem, és a Nyers rábeszélésére elvállaltam azzal, hogy ez rövid időre szóló, átmeneti megoldás lesz, mondta Károly, neked ezt el kell vállalni,
mert ezt most a politikai helyzet követ. És mi lett a Nyers Rezsővel utána, azt ön tudta? Természetesen. Tudtam, hogy van egy olyan javaslat, hogy a Nyers Rezsőt felmentik a politikai bizottsági tagsága alól és a KB titkári funkciójából, hiszen ezzel összefüggésben merült fel az, hogy én vállaljam ezt a gazdaságpolitikai bizottság elnöki tisztet. Szeretném megmondani, hogy ez a gazdaságpolitikai bizottság tulajdonképpen a gazdasági kulcspozíciókat elfoglaló embereknek egy ilyen testülete volt, amit a központi bizottság nevezett ki. Döntési jogköre nem volt, javaslattévő jogköre volt a politikai bizottság számára, és állást foglalt bizonyos nagy politikai döntés nem követelő kérdésekbe. Itt a vezető szerep feltétlen az országos tervhivatalé volt, akinek megfelelő apparátusa volt ahhoz, hogy a gazdaságpolitika fő kérdéseit kimunkálja, hogy a terv előirányzatokat, számítási anyagokat elkészítse, hogy egyeztessen az összes fontos tárcával, például Nemzeti Bankkal, Pénzügyminisztériummal, Külkereskedelmi Minisztériummal, termelőtárcákkal, tehát akiknek fontos szerepük volt a majdani gyakorlati végrehajtásban. Nem értem, hogy a Nyers Rezső miközben gyakorlatilag őt leváltották. Tehát ő bukott emberré vált akkor. Ő a Társadalomtudományi, nem a Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója lett ezt követően. Maradt a központi bizottság tagja. De semmilyen funkció. Egyébként én vele 57 óta voltam ennek a központi bizottságnak a tagja. De hogy fordulhat elő, csak az a kérdés, hogy a távozó bukott ember beszéli rá az utódját, hogy vállalja el? Nem tudom. Lehetséges, hogy akkor még az ő szemében nem voltam a reformfolyamat főakadályozója. Egyébként nagyon normális kapcsolatban voltunk. Én mindig adtam a Nyersnek a szavára, és mint gazdaságpolitikai bizottsági elnök is rendszeresen konzultáltam vele. Egyetlen egy olyan döntés vagy javaslat nem született, amiben a Nyersnek és a Fejér Lajosnak ne lett volna ott a véleménye, és másoké is. Állítom, hogy a váltás követően nem más mechanizmusok működtek, nem más folyamatok mentek végbe, mint azt megelőzően. Hogy ettől a váltástól lettem én a reformfolyamat főakadályozója, az nem tudom. Az valamiféle politikai célokat szolgáló támadás velem szemben. Na de hát valamitől mégiscsak úgy fogalmaztak 78-79-ben, hogy újra kell kezdeni a reformot. Akkor valami csak megakadt itt 72 után. Kérem szépen, a reform folyamatoknak voltak belső ellenzői. A párton belül is voltak ellenzői. Ön nem? Tessék? Ön nem? Nem. Majd el fogom mondani a konkrétumokat, mert nem tudok más tenni. És hozzá kell tennem, hogy miután valószínű rosszul csináltuk a propagandáját, ezeknek a reform törekvéseknek tömegtámogatása soha nem volt. Ezt ki kell így mondani. Azért nem volt tömegtámogatása, mert olyan kérdéseket érintett, amelyek egyébként jogosan felmerülő intézkedéskövetelő kérdések voltak, amely közvetlenül érintette a lakosság minden napi biztonságát. Hát itt vannak az árak. Nem kell messzebb menni. Ha azt akarjuk, hogy egy gazdaság működjön, akkor ott reális árokra van szükség a termelésbe, reális árokra van szükség a fogyasztásba, és természetesen arra is szükség van, hogy a teljesítményekkel arányos
és a jelenleginél jobb bérezési rendszer érvényesüljön. Tehát tömegtámogatáson nem volt. De állítom, hogy a magyar reform folyamat elakadásának nem a belső körülmények, hanem a nemzetközi körülmények voltak a fő okai. Hát kérem szépen, tessék sorra venni. 1968-ban csehszlovákiai események. Ugye rajtunk kívül ebbe a szövetségi rendszerbe tulajdonképpen igazából Csehszlovákiában foglalkoztak. Olyan a szocializmus viszonyai között megvalósítható reformokkal, aminek hát a fő képviselője azóta Sik volt. A 68-as beavatkozás, amit mi nem akartunk, és a lehetőségeink szerint valóban szinte a szakítás határaig kitartottunk, hogy ezt nem szabad. Ön erről részletesen tudott és részt vett ezekbe? Részletesen nem, de a politikai döntést illetően igen. És hogy mi készül? Hát a amikor már együtt voltak a többi szövetséges államok vezetői, a Kádár és a Fok még a Dubcsekkel és a Csernyivel tárgyalt. Komáromba, és különböző helyeken Csehszlovákiában. Tehát na az volt a félő, hogy mi is rámegyünk erre az akcióra. Tehát ilyen viszonyok között csoda, hogy a magyar reformok az eredeti elképzelésnek megfelelően nem bontakozhattak ki, hát szerintem az nem normális gondolkodás, amikor azt mondják, hogy ilyen körülmények között is kellett volna vágtatnunk. Persze. De hát nem tekinthetünk el azoktól a körülményektől, amik bennünket körbevesznek. Most a Szovjetunióba, engedje meg, néhány, hogy mondjam, így fogalmazok, reformgondolkozású közgazdász, és néhány nem a nagy, a vezető testületekben lévő politikus kivételével a magyar reformoknak semmiféle támogatása nem volt. Most, szabad ezt mondanom itt közbevágva, hogy a magyar reformnak a leglényegesebb vonása az volt, hogy el akart érni a szovjet uniformizált modelltől. Pontosan. Na most akkor, amikor látták, hogy nem jó az a modell, és nem lehet megcsinálni a másikat, akkor az a kérdés, hogy ön mit érzett közben? Mire gondolt, hogy akkor most mi a helyzet? Hogy lehet hinni tovább a szocializmusban? Én bíztam abba, hogy ki fogunk bontakozni. Tehát, hogy el tudunk szakadni a szovjet modelltől? Hogy előbb-utóbb ott is kedvező irányt vesz a fejlődés, és a reform gondolat, hogy mondjam, ott is felüti a fejét, és akkor könnyebb lesz nekünk is. Az igazság az, hogy 1969-ben egy a Nyers Rezső által vezetett delegációnak én is tagja voltam, mint budapesti elsőtitkár, amelyik az ottani gazdasági kérdéseket tanulmányoztam. Hát kérem szépen, az tipikus példája volt a magyar reform törekvésekkel való szembeállásnak, amivel ott találkoztunk. Mi történt? Hát az asztalt verték, hogy már pedig, hogyha nekik azt mondják, hogy piacgazdaság, akkor ők erre azt mondják, hogy nyet, és rávertek az asztalra. Nem partnerek közötti viselkedés volt.